Többek közt a központban található művelődési ház, illetve az attól néhány lépésre fekvő egészségház is teljes egészében megújult a tavalyi évben Fogtőn. A 2021-es év még mindig a pandémia, a koronavírus járvány jegyében telik, azonban a településnek nagy tervei vannak. A református templom szomszédságában fekszik az a szebb napokat is látott épület, melyet felújítva és átalakítva konditermet és idősek klubját hoznának létre. Van itt nekünk a református templommal szembe egy úgynevezett kis tornaterem, a régi, nagyon régi iskolánk az a kis tornaterme, meg ott volt egy szolgálati lakás is, amiből sikerült 16-ba kiűzni az ott jogcím nélkül ott lakót. És jelenleg ott működött egy fitness terem teljes berendezése, meg a tornatermet használta a népitánc csoport, meg ilyenek, de nagyon le van lakva, nagyon le van pusztulva az épület. A felújítás elvégzésére már árajánlatot is kértek egy kivitelezőtől, továbbá a támogatási igényt is benyújtották. A JETA pályázatra ütemezve beadtuk már a JETA pályázatot, ugye tudjuk, hogy 13 millió forintot lehet nyerni, meg kell hozzá önrészt rakni. Hát ha megnyerjük, már pedig erre számíthatunk, hogy meg fogjuk nyerni, akkor milyen kiirdetik a pályázatot, azonnal hozzá fog a kivitelezés. A belső átalakítást, mert ütemeztük, szétszedtük a felújítást, mert, mint ahogy mondtam, 35 millió lenne az egész, és akkor 15-17 millióban megcsináljuk a belső átalakításokat. A későbbiekben továbbra is konditeremként működne az épület, helyet biztosítva ezáltal a fiataloknak, azonban az idősebb korosztályra is gondoltak Fogtőn. Így szintén ebben az épületben idősek klubját is létrehoznának. Ott lesz egy nyugdíjas klub, a régi szolgálati lakásból kapnak két szobát, konyhát, WC-t, előteret, tehát berendezünk nekik, és akkor azt mondjuk, hogy tiétek, itt nyugodtan lehet morzsázni, kajálni, kártyázni, amit akartok, azt csináltok, rázeljátok az ajtót, aztán kitakarítok ki, nem. Tehát ezt konkrétan a nyugdíjas egyesület fogja megkapni. A kis tornaterem, tehát ami volt tornaterem, ott pedig oda fogjuk átvinni a fitness klubot egy teljes belső felújításra. Ott vannak ugye a különböző gyaloglópadok, kerékpárok, súlyemelő cuccok, pingpongasztal, meg ilyenek. Elég népszerű volt itt a helyi lakosok körében, elég sokan járt. Én is jártam tavasszal, csak utána, amikor bezártak, onnantól kezdve nem. A JETA nyerteseit még nem hirdették ki, azonban ha pozitív elbírálást kap a projekt, indulhat is a felújítás.